A Szomszéd mindig zöldebb nevű pályázat egyik nyertesével, Kispál Lucával beszélgetek itt az Ugló TV stúdiójában, akit egyébként üdvözlök. Erről a pályázatról korábban már többször is beszámoltunk, amikor kiírták, meg amikor megszületett az eredmény is. Ugye a lényegét úgy lehet összefoglalni, hogy három különböző kategóriában vártak, voltak éppen hétköznapi ötleteket arra nézve, hogy hogyan lehet fenntarthatóbb módon, hogyan lehet környezetre ügyelőbb módon szervezni a saját életünket. Egyáltalán milyen apróbb trükkök képzelhetők el, amelyek segítenek ezt a célt elérni. Nos, ön a hétköznapi hősök kategóriába nyerte el a közönség szavazat díját. Én itt abba is hagyom, azt kérem, hogy mondja el, hogy honnét értesült a pályázatról, és mivel nyert? Honnét jött az ötlet? Egyszerűen az interneten futottam bele, tehát, hogy nagyon nagy szerencsém volt, hogy megláttam ezt a lehetőséget, és akkor ott gondoltam, hogy hát ez nagyon passzol hozzám, ez a felhívás, és ugye én a hétköznapi hősök kategóriában lettem nyertes, ez ugye úgy nézett ki amúgy, hogy be kellett adni egy pályamunkát, ami lehetett egy fotó, egy videó, egy bármiféle olyan anyag, ami bemutatja azt igazából mi is az, amivel én ugye a hétköznapokban így teszek a környezetemért. Én egy videóval készültem, és akkor először volt egy közönségszavazás, ugye ott a legjobb 10 volt, aki a legtöbb közönség lájkot kapta ugye a Facebookon zajló szavazás alapján, ezek tovább jutottak egy szakmai zsűrihez, és akkor ott a legjobb 10-ből, ott pedig már a szakmai zsűri választotta ki, hogy ki is az, aki ugye megnyeri ezt az egész pályázatot. Ugye én annyit tudok csak, hogy az ön nyertes pályamunkája az a befőzés témaköréről szól, de azt gondolom, Igen. hogy ennél egy kis bővebb kifejtést itt megérdemel a dolog. Igen. Hát ugye ennek a kategóriának az volt a lényege, hogy abszolút hétköznapi dolgokra próbáljunk meg koncentrálni, amik olyanok, hogy bárki számára elérhetőek, és mégis sok olyan apróság, amivel tehetünk azért, hogy kicsit környezetbarátabb életmódot folytathassunk, és hát nekem azért elég sok ilyen dolog van, amit így a hétköznapokban így folytatok az életemben, de végül úgy döntöttem, hogy talán ez a befőzés, ami talán nem annyira ismert, meg hogy igazából ezt a befőzés dolgot, ez főként így a nagymamákra szokták ugye ráhúzni, hogy akkor otthon a kis otthonkájába teszi el a barackbefőtetés, minden ilyesmi, és nekem az volt a célom, hogy abszolút nem kell így nagyon túlgondolni a dolgokat, hanem egy ilyen egyszerű dologgal is, amit mondjuk régről visszahozunk hagyományba, szokásba, azzal is nagyon sok mindent tehetünk a környezetünkért. Most ugye a befőzés során nem csak a lekvár készítésre kell gondolni, meg kompótokra, hanem ugye a nyáron megtermelt zöldségeket abszolút tartósítószermentesen is el lehet rakni ugye befőtként ugye a téli szezonra. Ugye vannak, akiknek ugye otthon mondjuk egy fagyasztóláda erre rendelkezésre, egy különböző zöldségeket ugye lefagyasztanak és tartósítsanak. Nekem nincsen otthon fagyasztom, csak egy nagyon-nagyon kicsi, tehát ez alapvetően nekem nem is lenne opció. Viszont a befőzés az egy sokkal környezetbarátabb eljárás alapvetően, hiszen nem is igényel ugye mondjuk hűtéshez energiát. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most miért ne dobjuk be ezt így az ötletek közé, hiszen ez egy nagyon egyszerű dolog, nagyon bonyolultnak tűnik sokszor, amikor ott a nagymamák így ügyeskednek a konyhába, és mi csak azt látjuk, hogy hú, hát itt elkészült ez a csodálatos lekvár, de alapvetően ez nem egy bonyolult eljárás, és abszolút környezetbarát, és szerintem bárki számára elkezdhető. És akkor az ön pályamunkájában tulajdonképpen receptek voltak, vagy leírta a befőzés folyamatát? Alapvetően nem recepteket, hanem inkább egy ilyen lelkesítő videót készítettem, és szerettem volna azt elmondani, hogy milyen sok szempontból környezetbarát dolog a befőzés, mert hogy első körben nem is gondolnánk rá. Ugye nagyon fontos ugye az egyik ilyen aspektus, az ugye az élelmiszernek a megmentése, tehát ami nyáron ugye megtermelésre kerül, akkor ugye azt nyáron nem tudjuk hirtelen azt a sok gyümölcsözöldséget elfogyasztani, ezért ezt ugye át tudjuk vinni a téli időszakra, és az élelmiszer pazarlására nagyon sokat tudunk tenni. A másik, ami szerintem nagyon fontos még, hogy ugye alapvetően hulladékmentesen tudunk hozzájutni ugye élelmiszerekhez, hiszen tudunk a boltba is venni befőtteket, konzerveket, de ezek mind ugye plusz üveggel, fémdobozzal járnak, ellenben ha az ember otthon csinálja a befőzést, akkor ugyanazokat az üvegeket és kupakokat évről évre újra fel tudja használni, és tulajdonképpen semmiféle szemetet nem termelünk, és a meglévő üvegeket tudjuk újra és újra ugye a kezünkbe venni. Aztán amiről még beszéltem, hogy hát ugye nem utolsó sorban, hogyha az ember ugye jó helyről szerzi be ezeket az alapanyagokat, akkor sokkal jobb minőségű és hát egészségesebb alapanyagokhoz is ugye juthatunk.
tehát amit az ember otthon maga csinál, az általában azért jobb is, finomabb is, nagyobb a bizalom felé, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy inkább erről az oldaláról próbáltam megmutatni, hogy ez abszolút nem egy ördögtől való, vagy nagyon bonyolult dolog, hanem tényleg bárki számára elkezdhető, és nem kell hozzá sok dolog, mert egy sima fazékkal is el lehet otthon indulni. Ugye azt mondta, hogy ez egy figyelemfelkeltő videó volt, hogyha jól értettem. Ezt ön készítette, mert akkor ez már egy újabb technikai készség, a befőzés, a főzés mellett. Igen, igazából otthon leültem a kis kamerámmal, és akkor így semmilyen komoly dolog nem volt. Egy rövid gondolatmenetet így összeszedtem a fejemben, és akkor ott így menet közben megmutattam a kis befőtteimet, hogy miket lehet csinálni, tehát tényleg túl a lekváron azért vannak opciók, ugye adott esetben szószok, mártások, ezek már ilyen félkész ételeként tulajdonképpen elrakhatók, és ugye az is nagy segítség, hogyha ilyenek vannak otthon, akkor ugye nem kell mondjuk egy ilyen vacsora előkészítést egészen az elejétől kezdeni, a zöldségeket megveszük, felvágjuk, aprítjuk, hanem mondjuk ezek már így félig kész állapotban ott vannak, és akkor mondjuk a mindennapi étkezés is sokkal gyorsabbá válik, mert le lehet rövidíteni a főzési időt ezzel. Úgyhogy ilyesmi dolgokat én ott összeszedtem, és megmutattam a videóban a kis befőtjeimet, hogy milyen sokféle van, és szerintem ez így egy kis úgy kell elképzelni az ön konyháját, mint ahogy gondolom, tehát, hogy ott a polcon sorakoznak a szépen felcímkézett üvegek, és hát tégelyek? Igen, tehát nagy szerencsém van egy kamrám. A konyhám az nagyon-nagyon kicsi, úgyhogy az sajnos nem alkalmas arra, viszont van egy szuper kis kamrám, ami szépen be van polcozva, és akkor ott vannak szépen kis felcímkézve, kis fedővel, masnival, mindenben, úgyhogy amellett, hogy amúgy szeretem csinálni, meg praktikus, igazából nagyon ki is kapcsol, meg úgy jó ránéz így a hétköznapokban, hogy ott van egy ilyen kis szépség. Ugye ezt a pályázatot azt mondják, hogy a vártán sokkal többen keresték meg, sokkal több induló pályázó volt, és az elképzelések szerint ez egyfajta hagyománnyá válik, tehát később is meghirdetik. Találkozhatunk esetleg az ön pályamunkájával majd a későbbiekben is? Valamilyen más ötlet van még a tarsolyában? Hát alapvetően persze nagyon-nagyon szívesen osztok meg még ilyeneket, tehát hogy most így hirtelen nem tudnék erre egy ilyen ötletet bedobni, de hogyha a jövőben ez hagyomány lesz, akkor abszolút, és másoknak is nagyon tudom ajánlani, hogy érdemes az ilyen pályázatokat figyelni, ugyanis egyrészt mi magunk is nagyon sok ötlethez juthatunk a pályatársak által, másrészt nem utolsó sorban nagyon szuper nyereményeket kaptunk, úgyhogy én nagyon-nagyon örültem annak, hogy engem választottak. És mi is gratulálunk ehhez a díjazáshoz, és szeretettel látjuk majd a stúdióban a következő verseny után is. Nagyon szépen köszönöm.